Jelen pillanatban végzős főiskolás vagyok. Mindez az elmúlt szemeszter idején történt összel. Mint a legtöbb főiskolás kölyök, én is a Snapchat használom a barátaim nagy részével való kommunikációra, és sok évig ezt használtam. Nem igazán szoktak jelölni engem az emberek. Ennek semmi haszna, ha személyesen ismerem őket. Tehát az utolsó szemeszter elején, amikor kezdtek többen jelölni, arra gondoltam, milyen furcsa ez. Nem tartott sokáig, hogy rádöbbenjek, hogy azok az emberek, akik jelölnek engem, robotok voltak. Durván, hetente egyszer jelölt engem egy robot. Néha többször egy héten. Többnyire nők voltak ezek, és néha küldtek nekem spam csatüzeneteket üzeneteket, vagy más -e féléket. Amikor ez történt, igyekeztem figyelmen kívül hagyni, és nem visszajelölni őket. Egy napon egy újabb fiók jelölt, női névvel. Megnéztem, gondolva, hogy több, mint valószínű, hogy ez egy újabb spam fiók. A nevet nem ismertem fel, és a felhasználónak nem voltak snapchat ismerősei, amikor megnéztem. Töröltem és tovább léptem. Azonban röviddel ezután Snapchat üzenetet kaptam tőle. Szöveges üzenet volt, és arra gondoltam, hogy ez egy újabb spam üzenet. Ám amikor rákattintottam, meglehetősen fenyegető volt valami olyasmit így, hogy jobb, ha vigyázok magamra, és hogy bajban vagyok. Azt is mondta, hogy eljön értem. Ez már arra indított, hogy válaszoljak. Megkérdeztem, hogy kicsoda ő, és miért ír ilyesmit. Válaszképpen alapvetően ugyanazt a dolgot ismételte meg, csak éppen csupa nagybetűvel. Egy bizonyos mértékig megijedtem tőle. Meglehetősen csendes fickó vagyok, nem volt túl sok barátom a főiskolán, de akikkel barátkoztam, azok nagyon közeli barátaim voltak, és tudtam, hogy nem tennének ilyet velem. Azért mégis nekiálltam foggatni őket, hogy tudnak-e valamit erről. Mindannyian nemet mondtak, és nem úgy tűnt, mintha tudnák, miért kapok ebbéle üzeneteket. Másnap megint kaptam egy fenyegető és rejtélyes üzenetet. Ez alapvetően arról szólt, hogy én rossz ember vagyok és bajban vagyok. Kérdeztem a küldőt, hogy kicsoda ő? Egyáltalán nem válaszolt, és ezen a ponton elhatároztam, hogy letiltom, hogy ne tudjon velem többé kapcsolatba lépni. Hanem aztán aznap később egy újabb fiók jelölt meg engem. Ehhez a fiókhoz egy másik női név tartozott. Úgy döntöttem, hogy rákeresek a névre, de egyik közösségi média oldalon sem találtam róla semmit, akárhol próbáltam keresni. Ugyanazt az üzenetet küldte nekem, én pedig ez az alkalommal azonnal letiltottam. Ezek után kezdtem paranoiássá válni, bármára mentem a kampuszban, folyton arra gondoltam, hogy valaki biztos figyel, vagy el akar kapni. Ha éppen órán voltam, azon töprengtem, vajon melyik diák lehet az, vagy ha az ebédidőben voltam, folyton körülnéztem, hogy ugyan ki figyelhet engem most. Elképzelésem sem volt, miért fenyegethet valaki íj módon engem. Két napig nem történt semmi, hanem aztán egy újabb személy jelölt meg. Ez a név sem volt ismerős, és ő is küldött üzenetet, de akkor megnéztem a beállításaimat, és meg tudtam azokat változtatni oly módon, hogy senkinek ne küldhessen nekem snapeket, ha csak én magam vissza nem jelölöm az életőt. Ettől egy kicsit jobban éreztem magam, másnap megint megjelölt valaki, de nem foglalkoztam azzal, hogy megnézzem, miután nem volt ismerős a neve. Ezután arra gondoltam, hogy bárki is volt az, fel kellene adnia. Egy darabig senki nem jelölt meg. Kezdtem már jobban érezni magamat, amíg egy napon megint megjelölt egy újabb felhasználó. Ahogy megnéztem, egy olyan lány volt, aki együtt járt velem órákra, és alkalmanként beszélgetett is velem. Visszajelöltem, nem sokkal később láttam, hogy snapet küldött nekem. Amikor megnyitottam az üzenetet, rögtön láttam, hogy az valaki más, aki neki adja ki magát. Az ismerőseimnek száma nagyon alacsony volt, és már megint kaptam egy fenyegető üzenetet. Azonnal letiltottam a fiókot. Az a tudat. Már igazán megrémített, hogy bárki is fenyegessen, már az osztálytársaim nevét is tudta. A szemeszter hátralevő részében nagyon feszült voltam, de több ember nem jelölt meg. Ez a szemeszter jól telik. Eddig semmi nem történt. Még mindig azon gondolkozom. Ki lehetett az? És miért tehetett ilyet? 23 éves lány vagyok, egy-két hálószobás házban élek a szobatársammal. Tavaly költöztem ebbe a házba, a szobatársam egyik főiskolai jó barátnőm, aki velem egy azon városban kapott állást, amely nincs nagyon messze a főiskolától, ahova jártunk. Egész nap a snapchat használnám, és eléggé nagy az ottani barátaim létszáma, és az olyan embereké, akiknek snapelnek. Olyanok jelölnek ismerősnek, akiket nem igazán ismerek, néha egyáltalán nem néha pedig olyanok, akikkel együtt jártam iskolába, vagy valahonnan máshonnan ismerem őket. Tavaly nyáron egyik éjjel éppen a hálószobámban lazultam a laptopommal, és közben szokás szerint megnéztem a telefonomat, hogy kaptam-e új snap üzenetet. Láttam, hogy egy Josh M. nevű valaki megjelölt. Nem voltam benne egészen biztos, hogy ismerem-e, vagy sem, tehát visszajelöltem őt, aztán küldeni akartam neki egy snapet, kérdezve, ki csoda ő? De mielőtt ezt megtehettem volna... Megelőzött. Küldött nekem egy snapet. Megnyitottam. A képen a fél arca volt látható, és azt írta. Hű? Hey. Sötét környezetben volt látható. Nem sokat tudtam volna elmondani róla. Fehér ember volt, sötét hajú. Visszaírtam neki. Ismerjük egymást? Majdnem azonnal visszaért. Igen, nem emlékszel rám? Kérdeztem, hogy honnan kellene ismernem, mert igazán nem emlékeztem rá. Egy arcképpel válaszolt egyetlen szó nélkül. Nem hittem el, hogy igazán ismerne engem, mert így, hogy többet láttam az arcából, nem látszott ismerősnek. Nem válaszoltam neki, de ő küldött egy újabb snapet egy perccel később, azt kérdezve, mit csinálok éppen. Nem feleltem semmit, hanem újra megkérdeztem, honnan ismer engem. Megint csak nem válaszolt semmit, csupán elküldött magáról egy arcképet, ennek pedig nem volt így semmi értelme. Megint csak válasz nélkül hagytam, mire ő küldött nekem egy újabb üzenetet, azt kérdezve, hol vagyok. Ebben a pillanatban boldog voltam, hogy úgy volt beállítva a snapchat hogy nem lehetett látni rajta, hol tartózkodom, tehát senki nem láthatta ezt. Többet akartam tudni erről a fickóról, tehát rákattintottam a profiljára a snapchat hogy lássam a felhasználó nevét amikor ezt megtettem, láttam, hogy a Snapchat elhelyezkedése be van kapcsolva. Rákattintottam a térképre, hogy lássam, hol található ő, és talán megtudjam, hova valósi. De amikor ezt megtettem, nem hittem a szememnek. Pontosan a házunk előtt jelent meg, az utcán. A szívem nagyon verni kezdett. A redőnyök eltakarták az ablakot, tehát nem láthattam ki. Elhatároztam, hogy lassan odalópodzom, és óvatosan kinézek. Láttam egy autót parkolni az út a közelben. Úgy gondoltam, ezért a férfi lehet. Visszamentem a telefonomhoz, és láttam, hogy megint üzent nekem. Megnyitottam, és most láttam, hogy az autóban ül, és azt kérte, ne hagyjam többé válasz nélkül. Ekkor küldtem neki egy üzenetet, amelyben azt kérdeztem, hol van jelen pillanatban. Láttam, hogy megnyitotta, de nem válaszolt azonnal, mint ahogy eddig tette. Váltam néhány percet, de nem válaszolt. Megnéztem megint a snap térképet, de már elment. Kikapcsolta a hely meghatározást. Féltem, hogy rájött, hogy tudom, hogy itt van, és most hol rejtőzködik. Lassan az ablakhoz mentem, de amikor kinéztem az autó, már elment. Nagyon féltem. Most már fogalmam sem volt, hol lehet. Arra gondoltam, hogy talán valahol itt parkol az utcában, és arra vár, hogy betörhessen hozzánk, vagy valami ilyesmi. Felhívtam a lakótársamat, hogy elmondjam neki, mi a helyzet, de tudtam, hogy dolgozik, és csekély az esélye arra, hogy felvegye a telefont. Nem is vette fel. Körbejártam a házat, hogy meggyőződjek róla. Minden ajtó és ablak be van zárva. Szerencsére így is volt. Visszamentem a hálószobámba, és bezártam az ajtót. Reménykedtem, hogy bárki legyen is ez a Josh, már elment, és nem is jön vissza. Kb. 20 perc múlva a zajt hallottam a főkapu felől. A szívem úgy vett, mint még soha. Tudtam, hogy az ajtó zárva, ezért reménykedtem, hogy bárki is van odakint. Nem próbál megbetörni, azért a telefonomat készen létbe helyeztem, ha esetleg hívni kellene a rendőrséget. Aztán hallottam, hogy az ajtó kinyílik. Nem akartam elhinni, és kezdtem kiborulni, amíg meg nem hallottam a lakótársam hangját. Ő volt az. Korábban jött haza a munkából, és nem az a Josh gyerek. Nagy megkönnyebbüléssel mentem oda hozzá, és mondtam el mindent. Mindketten egy kicsit féltünk az éjszaka fennmaradó részében, de az a Josh gyerek soha többé nem jött vissza. Másnap a Josh nevű felhasználó törlésre került a Snapchatről. Soha sem tudtam meg, ki volt ő valójában, és miért zaklatott engem, látszólag. Néhány hónappal ezelőtt a legjobb barátom Joe, és én meghívást kaptunk egy barátunk születésnapi buliára. Szerencsétlenségemre aznap este dolgoznom kellett, ezért nem tudtam elmenni rá. Azonban később Joe megkérdezte, hogy érte mennék -e, ő pedig meghívna engem vacsorázni. Azt feleltem, hogy persze, hiszem, mindig is örültem az ingyen étkezésnek. Azt hiszem, abból itt egy bárban kezdték, annak a nagyvárosnak a belvárosában, ahol laktunk. Dühöngtem magamban, hogy dolgoznom kell, mert miközben dolgoztam, láttam pár Snapchat story a barátaimról, és úgy tűnt, nagyon jól érzik magukat. Este 10 óra 30-kor végre elszabadultam a munkából. Kaptam egy Snapchat Joe-tól, miszerint ő készen áll arra, hogy értem menjek. Főképpen szöveges üzenetekkel kommunikáltunk a snapchat -en. Értem neki, hogy úton vagyok, és kérdeztem, hogy hol és mikor találkozzunk. Megküldte nekem a tartózkodási helyet a Snap térképén, amiből általánosságban felismertem a környéket. Kértem tőle a pontos címet, de azt mondta, csak kövessem az ő Snapchat helyzetét. Ez, hogy nincsen cím, egy kicsit nehezítette a dolgot, de azért meg tudtam csinálni. Elhajtottam a környék irányába, amely kb. 15 percre volt onnan, ahol én éppen voltam. Odaértem, ahol Joe látható volt a Snap térképen. Amaz egy hátsó sikátornak bizonyult, több üzlet mögött. Bár sehol sem látszott, csak raktárok, lakások, meg más hasonló épületek. Szóltam Jónak, hogy itt vagyok. Ő pedig válaszolt, hogy egy percen belül ott van. Aztán küldött egy újabb snapet, mi szerint nem talál engem, és arra kért, szálljak ki az autóból. Csodálkoztam, hogy mi lehet Joe problémája, mert úgy véltem, igazán furcsán viselkedik. Leparkoltam az autómat, és kiszálltam. Nem szándékoztam sokáig autón kívül tartózkodni, csak addig, amíg szólíthatom Joe-t, ha meglátom, hogy hol van. Ehhez azonban az történt, hogy három férfit láttam kirohanni a mellettem lévő épületből. Egyenesen felém tartottak. Gyorsan visszaültem az autóba és bezártam az ajtót, mielőtt azok a férfiak elérhettek volna engem. Szerencsére csupán két lépésnyire voltam az autómtól, különben nem tudtam volna beszállni. Fogalmam sem volt, kik lehetnek ezek az emberek. Ők viszont próbálták kinyitni az ajtómat és kiabáltak. Amilyen gyorsan csak tudtam, indítottam és hazahajtottam. Kapcsolatba léptem néhány barátommal, akik Joe-val voltak aznap este, és elmondták nekem, hogy Joe korábban elvesztette a telefonját a bárban. Rádöbbentem, hogy valaki magához vehette azt, és a kapcsolataival kommunikálva úgy tett, mintha ő lenne Joe. Elmentem a rendőrségre, és elmondtam nekik mindent: Joe telefonját összetörve találták meg egy héttel később egy szemetes kuka mélyén. Joel tudott venni egy új telefon, de nem hiszem, hogy meg fogjuk tudni, kik voltak azok az emberek, akik eltulajdonították a régit, és rám vadáztak. Nem régiben történt ez, kb. három héttel ezelőtt. Én és három barátnőm egyik este egy bevásárló központban lógtunk. Azzal hülyéskedtünk, hogy klippeket posztoltunk a TikTokra. Egyszer csak az egyik barátnőm nevetésben tölt ki. Én pedig megkérdeztem, mit nevet. Azt felelte, hogy egy férfi mögöttünk folyton engem bámul. Amikor hátrafordultam, egy idősebb férfit láttam, aki engem nézett. Fekete napszemüveget viselt, viseltes adidas melegítőt, csapkát és kopott az cipőt, amellett ápolatlan szakála volt. A barátnőim szerint vicces volt, én viszont inkább bizarnak találtam. A másik barátnőm azt mondta, szerint ez az ember az utcán él, néhány háznyira tőlük, és ő éppenséggel követi is a TikTokon. Ekkor gyorsan elővettem a telefonomat, hogy ellenőrizzem, engem is követe, és tényleg, le kellett tiltanom, mert elég ijesztőnek látszott. Bementünk a megdonázba mielőtt hazamentünk volna, és valakitől üzenetet kaptam a TikTokon. Az a férfi volt, aki követett minket. A neve Greg volt, és azt írta. Miért tiltottál le? Két a egy síró és egy mérges arccal. Csinált magának egy új fiókot ott, a bevásárló központban. Ezt a fiókát is letiltottam, reménykedve, hogy itt a vége. Az alkalommal nem említettem a barátnőimnek, tudva, hogy csak nevetnének. Aznap éjszaka sokáig fennmaradtam, és a Netflix ment a háttérben, amíg a barátnőimmel csateltem a Facebookon, aztán átmentem a TikTokra. Kimentem a mosdóba, és amikor visszatértem, három vált a barátnőimtől. Mind ugyanazt kérdezték. Ki van a szobádban? És mi van az utolsó posztoddal? Kérdeztem, hogy miről beszélnek. Azt felelték, hogy nézzem meg az utolsó TikTok posztomat. Tehát megtettem az pedig, hogy klip volt a hálószobámból. Valaki felvette a telefonomat, és felvételeket készített a szobámban. Ekkor nyikorgást hallottam, majd egy férfi hangot, amely azt mondta. Bocsánat, kérlek, ne sikoltozz! Ahogy megfordultam, láttam, hogy a ruhás szekrényem ajtaja, egy kis nyitva van. Sikoltozni kezdtem, amikor megláttam ugyanazt a fickót, aki követett minket. Kirontott a szekrényemből, és megpróbálta befogni a számat. Hála Istennek, elég hangosan sikoltoztam ahhoz, hogy a szüleim meghallják. Felrohantak a lépcsőn, apu pedig a földre tepelte a pasast. Kihívtuk a rendőrséget, ők pedig letartóztatták. Tájékoztattak minket, hogy a férfi beismerte, hogy követett, és betölt hozzánk. Az egyik barátnőm rámutatott, hogy ha megnézem a TikTokra került posztjaimat, láthatom, hogy Greg szinte minden felvételen ott van, valahol a háttérben. Azóta nem hallottam Gregről, de nagyon remélem, hogy többé nem jön a közelünkbe. éves vagyok, ez a történet négy hónappal ezelőtt történt. A barátnőm Liza és én gyakran használjuk a TikTokot. Mindkettőnknek kb. száz követőnk van. Nem olyan sok az persze, főként barátokból és családom belül jön össze. Egy napon a közeli zöldségesnél jártam, és volt ott egy stand, ahol szokatlan dolgokat árultak, például oldja táblát, varázskönyveket és másféle ijesztő újdonságokat. Felemeltem egy oldja táblát, hogy Liza, és én hülyéskedhessünk vele, esetleg posztolhassunk valami kísérteties találkozást a TikTokra. Elmondtam ezt Lizának, aki jó ötletnek tartotta. Tehát a következő péntek estén, amikor Liza szülei nem voltak otthon, úgy találtuk, hogy ez tökéletes alkalom a tábla tesztelésére. Az összes világítást lekapcsoltuk, csupán gyertyák világítottak, a függönyöket is összehúztuk. Feltettük a szokásos kérdéseket, mint például van-e itt valaki, Hallassa -e minket, hogy hívnak, stb. Posztoltunk néhány klippet a TikTokra, semmit sem fűzve hozzá. Aztán az egyik követőnk azt kommentelte, hogy volt ott valami, ami erősebb, mint a szellem. Erre megkérdeztük a táblát, van-e itt valami a szobában, ami erősebb, mint az emberi lélek? Liza és én aggódva vártuk, remélve, hogy kapunk választ, de voltak éppen abban is reménykedtünk egyúttal, hogy nem kapunk. 20 másodperc elteltével a gyertyák hirtelen kialudtak, és a szoba iszonyúan hideg lett. A szoba eddig is sötét volt, de most még sötétebb lett valahogy. Őszintén érezhető volt, hogy valaki van még ott velünk. Eltettük a táblát, és úgy döntöttünk, hogy inkább megnézzünk egy filmet. Posztoltunk még egy klippet a TikTokra, elmagyarázva, hogy mi történt. A legtöbben azt kommentelték, hogy valószínűleg a szél lehetett az, vagy Ilyesmi. Egy valaki mondta azt, hogy ez működött, de mi figyelmen kívül hagytuk, azt gondolva, hogy csak ránk akar ijeszteni. Néhány nappal később Liza kezdett furcsán viselkedni. Nem evett valami sokat, és nem posztolt a TikTokra, ami nagyon furcsa volt, hiszen szinte állandóan ott lógott. Ez vagy másfél héten keresztül ment így. Nem posztolt többé. Alig beszélt velem, és iskolába se nagyon jött. A legfurcsább dolog néhány hét elteltével történt. Miután nem válaszolt a szöveges üzeneteimre, elmentem hozzájuk. Az anyukája azt mondta, hogy elment egy kis időre a nagyszüleihez. Kérdeztem, mi a gond, és azt felelte, hogy Liza nem jól érzi magát, és egy kis szünetre van szüksége. Az utolsó poszt, amit Liza küldett, az volt, hogy mosolyogni próbál a hálószobájában, majd valami zaj hallatszik a háta mögül. Úgy lehetne a legjobban leírni ezt, mint egy mély, torokhangú morgást. Lassan megfordult, mintha valami tényleg lett volna mögötte. Ám a klip itt ért véget. Ahogy mondtam, ez KB négy hónappal ezelőtt történt, és nem hallottam azóta Lizáról semmit, nem is láttam őt. Sohasem hittem igazán bármiben, ami paranormális. De őszintén azt gondoltam, hogy amikor használtuk az Oldja táblát, valami sötét dolgot engedtünk be az életünkbe. És bármi is legyen, az Lizával maradt. Csak remélni tudom, hogy jól van. Az utóbbi időben abba hagytam a tiktokozást. Régebben gyakran tiktokoztam, néztem a trükk felvételeket, játékos posztokat és egyéb komédia klippeket. Van egy fickó, akit követek. A levét nem mondom meg, de a klippek, amiket posztol, nagyon rendhagyóak. És nem is valami szépek, hogy őszinte legyek. Ezt az arcvonások nélküli maszkot használta, és olyasféle dolgokat művelt, mint például kémkedni mások után a házban, és megijeszteni őket. Odáig is elment, hogy megtámad valakit. Azt kell, hogy mondjam, nem vagyok benne biztos, hogy ez valós dolog volt-e, vagy sem, mert a klippek véget értek, mielőtt meg tudtad volna állapítani ezt. De számomra valódinak tűnt. Nem vagyok rá büszke, hogy néztem, ahogy ez az ember zaklat, és megtámad másokat, de hát így volt. Egy napon észrevettem, hogy új követőm van a TikTokon. Mégpedig ugyanaz a fickó, akit fentebb említettem. Először egy kicsit aggódtam, de aztán félváról vettem az egészet. A föld alatti parkolóban voltam, miután elintéztem a zöldségvásárlást. Késő éjjel volt már, tehát a parkoló gyakorlatilag üres volt. Azaz, üresnek látszott. De én éreztem, hogy valaki van még itt rajtam kívül. Hirtelen nagyon paranoiássá váltam, mert aznap este a TikTokot görgettem, és láttam valamit, amitől elszorult a szívem. Magamat láttam egy parkolóban, amint nyugtalanul nézek ide-oda. És megláttam ugyanazt az embert, aki a TikTokon követett engem korábban. A következő két nap ugyanilyen volt. Nagyon paranoid módon azt gondoltam, hogy követnek és figyelnek engem. És a beigazolódott, mert a férfi minden éjszaka klippeket posztolt rólam. Rosszul lettem ettől, és elhatároztam, hogy hívom a rendőrséget. Sajnos azt mondták, nem sokat tudnak tenni ebben az ügyben, mivel bűncselekmény nem történt. Eltelt egy hét, és a posztolás abba maradt. Kezdtem megnyugodni arra gondolva, hogy talán elköltözött, és ez az egész csak valami tréfa volt, vagy ilyesmi. Mindaddig így gondoltam, amíg meg nem támadtak az utcán, a házam előtt. Valamivel fejbevágtak. Csak nem kiütve feküdtem a földön, bár magamnál voltam annyira, hogy egy pillanatra lássam. Amit láttam, örökre kísértani fog engem. Egy férfi állt fölöttem, arcvonások nélküli maszkban, a kezében, egy magasra elvált telefonnal. Elájultam. A következő dolog, amire emlékszem az, hogy kórházba tértem magamhoz. Valaki, aki a közelben lakik, rám talált. Elmondtam a rendőrségnek, mi történt de a fiókja időközben törlésre került. A klipjei akár megrendezettek voltak, akár hamisak. Az ellenem való támadása kétség kívül valódi volt. Egy furcsa dolgot nem értek. Miért törölte ki a fiókját, miután megtámadott engem? Más emberekkel ellentétben én töröltem a TikTokomat. Ez az incidens, és a tapasztalata örök nyomot hagyott bennem. Csak azt akartam mondani ezzel, hogy figyeljetek oda a környezetetekre, mert sosem lehet tudni, ki figyeltiteket. Őszintén szólva, jobb távol maradni a TikToktól, a közösségi média bármely részén. Térjünk vissza egy kicsit 2014 ben Csatlakoztam egy Facebook csoporthoz, amely specifikusan azoknak az embereknek készült, akik velem egy városban nőttek fel, Dél-Kaliforniában. A csoport emlékeket osztott meg a városról, és mindenki nagyon rendesnek látszott. Egyetlen szemét kivéve. Legalább egy szemét láda mindenhol akad. Ez a fickó, akit trouble hívtak, tengelyt akasztott az adminok egyikével, és a végén kidobták a csoportból. Megjegyezném, hogy a 30-as éveim közepén jártam ekkoriban, és a legtöbb tag 20 évvel idősebb volt nálam. Robert közeledett a 60-as éveihez, házas volt korombeli gyerekekkel. Robert kedvelt engem, amit én figyelmen kívül hagytam, hiszen házas volt, és nem gondoltam, hogy a barátsága ennél tovább is mehet. De tévedtem. Azt mondta, hogy én két lábbal a földön álló lány vagyok, akivel könnyű beszélgetni. Telefonszámot cseréltünk, és egy kicsit üzengettünk egymásnak. Robert azonban egy lépéssel tovább akart lépni, és kinyomozta, hol lakom, a vezetékes telefonszámomat, és anyám kaliforniai címét feliratkozott egy olyan oldalra, ahonnan információkat lehet az emberekről szerezni. A korukat, a telefonszámukat, a lehetséges rokonságukat, korábbi címüket, stb. Facebookról megtudta, hogy mikor van a születésnapom, és virágokat küldött nekem. Megköszöntem neki, de gyanakodni kezdtem. A viselkedési kezdett figyelmeztetővé válni. Panaszkodni kezdett, hogy a felesége más sem akar tőle, mint fájdalomcsillapító tablettákat és pénzt. Ekkoriban ismerkedtem meg egy férfivel, aki végül a férjem lett. És ezt természetesen bejelentettem a Facebookon. Robert szinte ballisztikus dühbe gurult, amikor ezt meghallotta mondván, hogy tudnom kellett volna, hogy ő szerelmes belém. Azt feleltem neki, házas vagy? Miért vagy szerelmes egy másik nőbe? Elkezdett nekem szöveges üzeneteket írni legalább napi 10-20 alkalommal, gyűlöletes neveken szólongatva, majd sűrűn bocsánatot kérve. Letiltottam a számát, mire a vezetékes telefonon kezdett hívogatni, úgyhogy legtöbbször kihúztam azt, így a hangüzenetek nagy részét nem kaptam meg. Egyik nap, nem bírva a kíváncsiságommal, meghallgattam néhány hangüzenetet, amit kaptam, és az egyikben kijelentette, hogy 13 ezer dollárral tartozom neki. Aztán fenyegetni kezdett, hogy eljön oda, ahol lakom, és hogy anyámat is meglátogatja. Letiltottam őt a és informáltam anyámat is a helyzetről. Robert okoskodott, és random számokról kezdett üzengetni. Kalifornia egész területéről. Sőt, leveleket küldött a lakásomra, olyasmikről írva bennük, amelyeknek nem volt semmi értelme. Ekkor döntöttem el, hogy távoltartási végzésre van szükségem. Kétszer is próbálkoztam a megyei bíróságon, de mivel akkoriban Washington államban éltem, a bíró nem támogatta ezt, mint hogy különböző államokban éltünk. Robert egyszer megtudta, hogy nem tudtam elintézni a távoltartási végzést, és még több gyűlölettel teli üzenetet küldött. Azt is közölve, hogy soha nem fogok megszabadulni tőle. Így hát visszamentem a bíróságra az új üzenetekkel. Az új meghallgatásra Robert ét egy cáfolatot. Kijelentette, hogy ő egy köztisztviselő, aki az iskolai körzetben dolgozott egy időben, a szakképzettsége szerint pedig villanyszerelő. Azt is mondta, hogy leszázalékolták, és nem tud fél óránál többet vezetni bizonyítottan, kínzó fájdalmak nélkül. Aztán feltette a kérdést, hogyan tudna ő eljutni egy Washington államba. Elmondtam a bírónak, hogy mindez nem igaz, mivel nyíltan posztolt a Malibu-ba történő napi motoros kirándulásáról a Facebookon. Tekintet nélkül bizonyítékokra nem kaptam meg a távolsági végzést, és úgy éreztem, a rendszer által buktam el. Az összes közösségi médiában letiltottam őt e-maileket, és telefonszámokat is beleértve de nyilvánvalóan fog még hívogatni, új számokat használva. Létrehozott egy kettős Facebook oldalt a profilképemmel, és minden barátomat ismerősnek jelölt. Az igazi Facebook oldalamat letiltotta, ezt akkor tudtam meg, amikor egy barátom üzent. Ismerősnek jelöltél, pedig úgy tudtam már, ismerősök vagyunk. Azt is mondta a barátom, hogy ez egy kamu profil, ami mindenféle személyiséget terjeszt rólam. A barátom jelentette ezt, a Facebook pedig szerencsére törölte. Megváltoztattam a mobil számomat, és végül új helyre költöztem. A dolgok egy időre elcsitulták, de Robert valahogy megtalált, és egyenesen töröltem a Facebookot, de láttam, hogy YouTube oldalon is követ. Nem tudtam már, hogy lehet valakit eltávolítani de hát ott is letiltottam. Amikor utoljára hallottam Robertről, az egy e-mail volt, amit egy John Sims nevű fiókról kaptam. Tudom, hogy ő volt az, mert arra hivatkozott, hogy próbálta megtalálni a bátyámat évekkel ezelőtt, és hogy én az ő segítségét kértem. Pedig senkitől nem kértem segítséget, mert nem tartottam a kapcsolatot a bátyámmal, mint hogy drog problémái vannak, és krizofréniát diagnosztizáltak nála. Hogy lezárjam ezt az őrült történetet, Képernyőfotót készítettem az e-mailről, amit küldött, és rögzítettem néhány üzeneteit. Ne tilts le, és válaszolj, kérlek. Fontolóra vennéd ezt? Keresztényi dolog lenne ez. Nem gondolod? Kérlek, nem játszom tovább. Viszlát? Nézd, ha nem válaszolsz nekem, akkor nem hagy számomra túl sok választást. Csak egyet, amit nem akarok megtenni. Nem vagyok vak. Azt akarom csak, hogy beszélges felem. Meg tudjuk ezt oldani, de te nyilvánvalóan nem akarod ezt. Szóval nem hagysz nekem más választást. Szóval nem fogok futni pénz után. Viszlát!